Kicsik és nagyok, társas és egyéni produkciók együtt versenyeztek a 7. Abigail Országos Minősítő Fesztiválon Nyíregyházán. A zsűri egymás után láthatta a különböző korosztályok és stílusok produkcióit, a fellépők pedig már nem csak a térségből, hanem az egész országból, sőt a határon túlról is érkeztek. Van most már Romániából, Szlovákiából, Ukrajnából, aztán van, amikor még be tudnak csatlakozni máshonnan is, ez attól függ, hogy hogy jön nekik a program. Ami nagyon érdekes, hogy teljesen speciális az országot, illetve a külső más országokat tekintve is, ugyanis itt nem egymással versenyeznek a versenyzők, hanem saját magukkal, tehát egy minősítést kapnak, ABCD kategóriában indulnak, és ott kapnak kiemelt arany, arany, ezüst vagy bronz minősítést. A minősítő versenyen az óvodásoktól a nyugdíjasokig több mint 10 féle stílusban léptek fel a résztvevők. A 2 nap alatt 300 produkció lesz, 1700 versenyző, itt az óvisoktól a nyugdíjasokig mindenféle korcsoport, illetve 12 tánc kategória, néptánctól mazsorettig, modern táncig, társas táncig, nagyon vegyes a felhozata, illetve most, mivel lesz egy versenyünk ugye Érden is, inkább az országnak ez a fele jött ide, és Románia, Szlovákia, Ukrajna, aki még csatlakozott ehhez a csapathoz most. Ez a pár Kárpátaljáról érkezett, argentin tangóval készültek, amivel a tavalyi fesztiválon aranyminősítést szereztek. Beregszállatból érkeztünk Kárpátaljáról, 2 tánccal érkeztünk, az egyik az argentin tangó, ott 2 fős résztvevő van, és érkeztünk még egy tánccal, az egy Funny Jive a címe. Ott egy csoport, a kisebb csoportunk van, 9 gyerek áll ki ez a csoport, de ők majd késő este fognak fellépni. A kárpátaljai csoport 2. éve vesz részt a megmérettetésen, amelyre 1,5 év alatt készültek fel a táncosok, terveik szerint pedig a 2020-as minősítő fesztiválon is részt vesznek majd.